Szép estét kívánok, köszöntöm Önöket a Fókuszban Hírháttér magazinunkban, amelyen minden kedden este jelentkezünk a híradó után olyan témákkal, amelyekről Önök is beszélnek. Átalakult hazánkban a szakképzési rendszer, hiszen sok területen szakember hiánnyal küzdenek a cégek, hogy mi és hogyan változott, ezzel kapcsolatban érkeznek hozzám hamarosan vendégeim. A duális szakképzés keretében Makon két helyen, a Duokor BT-nél és a Válkár Kft-nél alakítottak ki tanműhelyet. Stábunk a Válkár Kft-nél járt, ahol olyan klasszikus hiányszakmát oktatnak, mint a hegesztő. A duális képzés lényege, hogy a diákok helyi vállalatoknál töltsék a szakmai gyakorlatot valós munkahelyi körülmények között. A makói Keri olyan szakmákat indít, amelyekre nagy kereslet van, és a végzettség megszerzését követően nagy valószínűséggel el is tudnak helyezkedni a választott pályán. A Válkár Kft. Több ok miatt is támogatta a kihelyezett tanműhely megvalósítását. A kormánynak is az volt a célja, hogy a tanulóképzés visszakerüljön az üzemekbe, vállalatokhoz, és ezért gondoltuk mi is, hogy na, mi is csatlakozunk ehhez, és megpróbáljuk megteremteni a feltételeket. Ez volt az egyik ok. A másik ok az, úgy gondolom, hogy még lényegesebb azért, hogy így olyan szakembereket tudunk képezni, aki a mi filozófiánkkal, a mi gondolkodásmódunkkal egyetért, és ugyanaz megtanítjuk, mint ami a többi dolgozó, többi kollega tudja, hogy válik jó szakemberi, és mit kell annak érdekébe tenni, hogy ha elvégzi a 3 éves iskolát, akkor el lehet mondani róla, hogy egy jó szakember lett belőle. A gyakorlaton lévő gyerekek alapfémképzésben részesülnek a Válkár Kft-nél. Azt tanulják meg, hogyan használhatják a szerszámokat, például a reszelőt, a tolómérőt, valamint a hegesztés alapjait sajátíthatják el. Az elsősorban kandallókat gyártó cégnél ez egy fontos gyártási folyamat, ezért a tanulók szeptember óta az itt használt technológiákba nyerhetnek betekintést. Ez szükséges ahhoz, hogy jó hegesztő váljon belőlük. Hát most csináljuk ezt a fűrészelést, meg csináljuk ugye a méréseket, és ezeket kell majd előkészíteni. Nagybátyám hegesztő is, és igazából ő kezdte, ő ajánlotta nekem, hogy hegesztő legyek. A heti 4 napos oktatáson a 12 fős csapat hegesztést tanul, valamint a fém megmunkálásával ismerkednek. Az elsajátított tananyagból márciusban vizsgáznak a tanulók. A szintvizsga az egy kis mini szakmunkás vizsga. Ez az első erőfölmérő a fiúknál. Teljesítmény, szakmai rész, és elsősorban az, hogy ők hogyan sajátították el szeptembertől, illetve ez alatt a fél év alatt a hegesztésre szükséges alapfeladatokat. Tóth István ügyvezető elmondta, hogy a tavasszal befejeződött oktatást követően a végzett 17 hegesztő tanulóból 4 a cégnél helyezkedett el. Remélik, hogy a mostani csoportból is sokan a kandallógyártást választják majd munkájuknak. Köszöntöm a stúdióban mai vendégeimet, Kincses Tímeát, a Makon Keriként ismert iskola igazgatóját, valamint Gábor Zoltánt, a Duokor BT ügyvezető igazgatóját. Köszönöm szépen, hogy elfogadták meghívásunkat. Állandósulni látszik a magyar munkaerőpiacon a szakember hiány, ezért hosszú évek után koncepcióváltásra kényszerültek a szakképzésben. Mit is jelent ez pontosan, milyen változások vannak a szakközépiskolák területén? Ez a folyamat több lépcsős, és már 2015. július 1-től elkezdődött, amikor az országban létrejöttek a szakképzési centrumok, így a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum is, aminek tagintézménye a mi iskolánk. És ez évi tanévtől kezdve pedig szakgimnáziumok és szakközépiskolák jöttek létre, illetve ez nem csak névbeni változás jelent, hanem mögötte tartalom is van, hiszen a szakgimnáziumi oktatás a 9-12. Osztályokban, ágazatban azt jelenti, hogy már 9. osztálytól tanulják a szakmai tárgyakat, kötelező módon érettségiznek egy szakmai tárgyból, illetve 10-11. Osztályban nyári gyakorlatot töltenek, majd a 13. évfolyamon egy év alatt szerzik meg az OK-i és végzettséget. És hát a felső oktatás felé javasolt, hogyha valaki ilyen szakirányú tanulmányokat szeretne folytatni, akkor szakgimnáziumot válasszon, hiszen kreditbeszámításra számíthat a felső oktatásban, és jelentősen lerövidülhet a tanulmányi ideje. Tehát ne sima gimnáziumot. Mi a különbség akkor a gimnázium és a szakgimnázium között?
A sima gimnáziumban természetesen a közismereti tárgyakat oktatják magasabb óraszámban. Nálunk az érettségi tárgyakat ugyanúgy megfelelő óraszámban oktatjuk és felkészítjük az érettségire a diákokat, de mellette a szakmai tárgyak oktatása is teret kap, és magasabb óraszámban, mint eddig. Akkor mit akar a szakközépiskola kifejezés? A szakközépiskola a korábbi szakiskolának a másik elnev, vagy másfajta elnevezése. Ez annyiban változott, hogy 9-11. Osztályban a szakmát tanulják és minimális közismereti tárggyal, és 11. után szerzik meg az OK és végzettséget a gyerekek, viszont előttük is nyitott a lehetőség az érettségi felé, 2 év alatt csak közismereti tárgyat tanulva ők is ugyanúgy leérettségizhetnek, és 5 év alatt ők is szerezhetnek szakmát is és érettségit is. Erre az átalakításra ugye leginkább azért volt szükség, hiszen nagyon sok helyről azt halljuk, hogy nagyon sok szakmában szakember hiány van. Ön, mint cégvezető, hogyan értékeli vagy érzékeli ezt? A sláger szakmák azon, amelyikben hiány van, legalábbis vannak ilyen sláger hiány szakmák, hegesztő, géplakatos, gépi forgácsoló, szerszámkészítő, ipari, informatikus képzés. Ezek azok a területek, amelyek gyakorlatilag egész Európában hiány szakmának számítanak, és a munkaerőpiac kinyílt, ezért nem lehet beszélni arról, hogy csak Magyarországon van hiány ezekből a szakemberekből, vagy csak Franciaországon van hiány bizonyos szakemberekből. Ezek olyan hiány szakmák, amelyek az egész európai piacra munkaerőpiacra jellemzőek. A válság után az európai ipar az fellendült, mi is érezzük ennek a hatását. A 2016-ban minden korábbinál nagyobb árbevételt értünk el, és egy olyan 15%-kal nagyobb létszámmal dolgozom, mint korábban, mint az előző évben. Ezeket a hiány szakmákat rendben is szabályozzák Csongrád megyében, melyek ezek? Még azon kívül, amit ügyvezető úr említett. Igen, itt a megyei fejlesztési képzési bizottságok tesznek javaslatot, és valóban jogszabályba rögzítik, ez a szakmaszerkezeti döntés mindig megjelenik január-februárban, és az alapján határozzák meg, vagy ezekben határozzák meg a hiány szakmákat. Most a 2017-18-as évre már a tervezetben látjuk a gépi forgácsoló, hegesztő, kőműves, ipari gépész, mehatronikai technikus szakmák azok, amelyeket mi is oktatunk, illetve a mehatronikai technikust szeretnénk oktatni, és hát mellette olyan szakmák is, amelyek nálunk nincsenek, de a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum más intézményeiben megtalálhatók, gyakorló ápoló, csecsemőgondozó, szociális gondozó ápoló, villanyszerelő, gépgyártás technológiai technikus. Tehát itt azt gondolom, hogy lefedi ez a megyére ezeket a szakmákat. A műsor elején a bejátszásban elhangzott, hogy duális képzés keretében Makon 2 cégnél és tanműhelyben szerezhetnek gyakorlatot a gyerekek. Mit is jelent a duális képzés? Először induljunk innen. A duális képzés lényege, hogy a gyerekek vállalati körülmények között tanulják meg a szakmát, akklimatizálódjanak a munkahelyi körülményekhez, és hát nyilván azt a fejlett technológiát ott tudják igazából megismerni, ezt a tanműhelyi körülmények között mi nem tudjuk biztosítani, és hát bízunk benne, hogy így az oktatás minősége az javulni fog. Kik vehetnek részt ebben a tanműhelyes gyakorlatban? A szakközépiskolai osztályok 9. osztálytól kezdve. A 9. osztály azért érdekes, mert ott csoportosan kell a gyakorlatot, a szakmai gyakorlatot már évközben végezni, és ezt elsősorban tanműhelyben szoktuk biztosítani, de ebben a tanévben a városban 2 olyan vállalkozó is felvállalta azt, hogy segítségünkre lesz, és önálló tanműhelyet alakítottak. Így a Válkerben vannak a 9-es hegesztőink, 10, illetve 11 gépi forgácsoló a Dolkor BT-nél. A Dolkor BT miért tartotta fontosnak azt, hogy egy tanműhelyet létrehozzon? Hát azért, hogy biztosítani szeretnénk ezzel az utánpótlást, legalább utánpótlás
kiépítésének vagy felvételnek a lehetőségét. Ez a legfontosabb számunkra ebben a kérdésben is. Azt látjuk, hogy a korábbi években is azok a fiatalok, akiket sikerült beépíteni a munkai közösségbe, azok megállták a helyiket, és ezt a gyakorlatot szeretnénk folytatni, de egy kicsit profi szemléletem, hogy ezt korábban végeztük. Ha jól tudom, ez nem csak az ön ötlete volt, hanem a munkavállalói is támogatták ezt, hogy jöjjenek a fiatalok. Igen, ez így történt valóban. A munkai kollektíva részére felmerült egy ilyen igény, hogy rendben van, mennek, jó megy a cég, sokat tettünk érte, de hát van egy olyan igény is a munkatársak része, hogy szeretnék ezt megélni, hogy kicsit át tudják adni a következő generációnak is, és 2020 és 30 között egy nagy arányú, kb. 75 fő fog tőlünk nyugdíjba menni, és ezeknek a munkatársnak a pótlására időben kell kezdeni gondoskodni, vagy gondolkozni, ugyanis a termékszerkezet, technológia szerkezet az olyan, hogy nálunk azért még egy végzett szakmunkásnak is évekbe telik, mire azért elsajátítja olyan szinten a munkafolyamatokat, hogy az versenyképes tudást jelent az európai piacon. Hogyan zajlik ez a gyakorlati oktatás? Egy héten hány napot vannak ott a gyerekek? Egy héten három napot vannak ott, jó tudom, kisebb négy napot vannak ott. Külön oktató foglalkozik velük, a Balázs Feri bácsi, aki tanítja őket, és tanrend szerint, tehát igazából nekünk szakemberünk nem is lett volna önállóan a kollektívában, nem tudom, hogy kiválasztani olyan szakoktatót, aki erre képes. Úgyhogy felvettünk egy szakoktatót, kialakítottuk a tanműhelyet, és aztán vártuk a gyereket, hogy 5-en lesznek, 6-an lesznek, nem lehetett tudni, hogy hányan lesznek végig, és aztán kiderült, hogy 11-en lettek. Tehát nagy örömünkre szolgál, jelentős volt. Tehát lényegesen többen jelentkeztek annál, mint amire számítottunk. És ezen kívül még két logisztikai hallgatónk is van, aki nálunk tölt a gyakorlati idejét. A hiány szakmák kapcsán úgy tudom, hogy arra is van lehetőség, hogy az a gyermek, aki hiány szakmában tanult tovább, és az később ilyen ösztöndíjrendszerben részesül. Így van, Tímea, ugye? Így van. Most szeptembertől ez az ösztöndíjrendszer is megújult. Ez a szabóki ösztöndíjrendszer. Korábban is a hiány szakmát tanuló gyerekek egyébként kaptak ösztöndíjat, és hát ez az ösztöndíj 9. osztályban egységesen havi 10.000 forint, majd a tanulmányi átlagtól függ, és egy 4,5-ös átlagú tanuló akár 50.000 forintot is kaphat havonta, és ehhez még hozzájárul a tanulószerződés kapcsán, amit a vállalatoktól kap. Tehát a hiány szakmáknak a tanulása az ösztönözve van. Tehát érdemes hiány szakmát választani. Ha már itt tartunk, akkor ugye nem sok a pályaválasztás. Hogyan, mi alapján választanak a gyerekeknek, hát a szülők, hiszen ugye ezek még csak 8-os, tehát 13-14 éves gyerekek, hogyan választanak szakmát, pályát? Mit tanácsolnak? ez nagyon összetett, hiszen a gyerekek elsősorban a népszerű szakmákat kedvelik, és ők még nem érzékelik annak a súlyát, hogy olyan szakmát választanak, amelyel később el tudnak helyezkedni. És hát nyilván ezért van szükség a pályaorientációra, amelyet már 7.-8. osztályban általános iskolában el kell kezdeni, és hát a középiskolák a beiskolázási rendezvényeikkel próbálják ezt támogatni, és hát vannak olyan vállalatok is, amelyek ebbe bekapcsolódnak és programokat szerveznek. Tehát fontos, hogy a gyerekeket megismertessük ezekkel a szakmákkal, és hát jó lenne, ha azon túl, hogy egy szakma népszerű, úgy is választanának, ha más nem szülői segítséggel, hogy melyek azok a szakmák, amelyekben aztán el is tudnak helyezkedni. A Dókor BT is egy nagy hangsúlyt fektet az utánpótlásra, már évek óta szerveznek gyárlátogatásokat a nyolcadikosoknak, és egy rajzpályázatra is buzdítják őket. Ez idén is így volt, és most ön rajzokkal is érkezett. Ez így van, ez nem tudom, 6-7 éve tart tulajdonképpen ez a gyárlátogatás folyamat, ugyanis az a helyzet, hogy az ipari társadalom kialakulásával, a családi gazdaság megszűnésével a gyerekek otthon nem látják azt a példát, hogy a szülők végül milyen tevékenységgel keresik meg a mindennapi betevő kenyérevalót, és igazából nagyon kevés fogalmuk van arról, hogy milyen a munkavégzés egy vállalatnál, milyen munkakörök vannak, milyen szakmákat érdemes egyáltalán tanulni, nem is találkoznak ezzel.
történetnek az egyik része, a másik pedig az, hogy kicsit ki is vannak szorítva ebből, tehát a tanuláshoz van, de a manuális kézügyességre való rászoktatás vagy gyakorlat szintén hiányzik ezeknek a gyerekeknél. És azért, hogy bemutassuk a gyárat, próbáljuk egy kicsit orientálni a végzős 8. tehát általános iskolás 8. osztályos gyerekeket, ezért nyílt napokat rendezünk, de hát nem lenne a dualkor, hogyha nem lenne valami teljesítménymérés is a rendszerben, és a teljesítményrás utalmazás, és kell, hogy gondoljunk. Hát ezt is időben meg kell tanítani. Ezt is időben meg kell tanítani, igen, és ezért egy rajzpályázat is van, tehát a látottak alapján arra kérjük a gyereket, hogy készítsenek el egy-egy rajzot az osztályokra, amelyeket azután a kollektíva nálunk értékel pontozással, és az első helyezett osztálynak 100 000 forintos jutalma van, amit az osztálypénzbe befizetünk azért, hogy jobb helyre tudjon elmenni osztálykirándulásra, a második helyezett osztály 50 000 forint, a harmadik helyezett osztály pedig 25 000 forintos jutalmat szokott kapni, és ezt így karácsony előtt osztjuk ebbe az évben, december 13-ára esképp az a nap, amikor körbe fogom járni majd a szerencsés nyerteseket. Tehát ők még nem tudják, hogy kik nyertek, ön viszont még nem tudják, én is csak ma tudtam meg, amikor ideindultam, de elhoztam az első 3 helyezettet, és most akkor megmutatom a kamerában, talán ezzel is tudjuk a műsor nézettségét kicsit javítani, tehát itt az egyik rajz, aki ismeri, az tévé előtt az ödüljön. Jó, most akkor leteszem. Különböző technikával készültek. Különböző technikával készültek, remélem, hogy nem fejjel lefelé fogtam meg. Ez a másik rajz. Letetem. Jó, úgy nincsen. És van még egy, ezeket osztályok készíthették. Azt hiszem egy osztály 2-3 rajzzal indulhatott maximum. Így van, és minden osztálynak a legjobb rajza az, ami a versenyben adja mindig az első 3 helyet, ez pedig a harmadik rajz. És akkor szavazhattak rá a munkavállalók. A munkavállalók, így van, tehát a titkos szavazással, a munkavállalók pontozásai alapján alakul ki mindig a végleges sorrend. Eredményhirdetés pedig akkor majd. Eredményhirdetés december 13-án. És akkor még egy kérdés Tímehoz, hiszen ugye, ahogy kezdtük az elejét, hogy pályaválasztás, milyen új ágazatok indulnak a keriben? A hagyományos közgazdaság és kereskedelem mellett már évek óta a logisztikai képzés is zajlik nálunk, ez kibővült a szállítmányozással, nemzetközi szállítmányozással most szeptembertől, illetve 2 éve az informatikai ágazat, és most hirdetjük, szeretnénk, hogyha a gépészet és a vegyipar is helyet kapna, hiszen a városban ezeknek a ágazatoknak és azoknak a szakmáknak, amelyeket ezek keretében tanulhatnak a gyerekek, van létjogosultsága, így ezért gondoltuk, hogy ezekre a szakmákra, illetve ágazatokra is beiskoláznánk. Reméljük, hogy sikerülni fog, és én köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzánk ma este, és beszélhettünk erről a témáról, hiszen azt hiszem, hogy ez nagyon sokakat érint. Önöknek, kedves nézők, pedig köszönöm, hogy velünk voltak ma este, további szép estét kívánok, viszontlátásra!